Sziasztok! Végre feljutottam a hegyre. Csak ki kéne ide még próbálni ezt az új kerékszettet. Az építést Gyenis Péter cimborán végezte. Régi bringából kerültek át a Pro 4-es agyak, illetve kaptak új 5-11-es felnit, természetesen 29-est, valamint küllőt, anyát, halátétet, szinte mind DT-től. Eddig jó, jó viselkedik. Oldaltartása nagyon jó. Már amennyit sima tekerésnél meg tudtam állapítani eddig. Súlyba picit könnyebb lett, mint a régi. Ez megindításnál látszik, illetve felfelé könnyebb tekerni. Na de, Pudin próbálja az evés. Nézzük, milyenek lesznek a pályák. Nézzük, milyen ez. Az előző jó sáros volt. Ahogy nézem, ez se lesz külön. Na jó, szerintem pálya kímélésből ezt inkább belengedem. Na, sziasztok! Ez a kör jó rövid lett ma, sajnos a második pálya nagyon sáros volt, és pálya megóvás érdekében inkább kihagytam, visszafordultam a negyedénél, és hát valljuk be, nem szeretek sárban bringázni. A kerékszett az fasza, nagyon jó, Petinek még egyszer pacsi. Én pedig egyre jobban úgy érzem, hogy a bringát szépen lemosom, és elrakom tavaszig, mert a szervezetem ezt már nem kívánja. Úgyhogy mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, meg boldog új évet. Tavasszal találkozunk. Sziasztok!